Befejezte a nyomozást és vádemelést javasol a rendőrség annak az afgán férfinak az ügyében, aki a gyanú szerint tavaly nyáron több esetben személyre sértő módon mutogatta magát Budapesten járókelők előtt, majd egy giroszos mosdójában szexuálisan erőszakoskodott egy nővel. A Magyarországon 2017-ben oltalmazotti státuszt kapott férfi akár 7 év börtönt is kaphat. Az ügyészség várhatóan egy hónapon belül dönt a vádemelésről. Három rendőr vitte a letartóztatása előtti bírósági meghallgatásra tavaly novemberben Ahmed Est. Az akkor 18 éves afgán férfi a gyanú szerint 2018 júniusában Budapesten, előbb a Dohány utcában, majd a Lövölde téren személyre sértő módon mutogatta magát járókelők előtt. Szeptember 9-én hajnalban pedig egy 5. kerületi giroszos mosdójában szexuális aktus eltűrésére kényszerített egy nőt. A belvárosi büfében elkövetett bűncselekmény után Ausztriába szökött, de az ellene kiadott elfogató parancs alapján az osztrák rendőrök másnap egy Frankfurt felé tartó vonaton elfogták. A szexuális kényszerítéssel, illetve két rendbeli személyremsértéssel gyanúsított afgán férfi mindvégig tagadta a bűncselekmények elkövetését. Kihallgatásain a mutogatásokkal kapcsolatban azzal védekezett, hogy ott sem volt. A belvárosi büfében történt erőszakoskodásról pedig azt mondta, idézzük, a nő beleegyezett az aktusba, hiszen nem kért pénzt. A kérdésre, hogy akkor miért menekült el a helyszínről, soha nem válaszolt. Az ügyészség hamarosan vádat emelhet Ahmed S. ellen. A budapesti rendőrfőkapitányság az afgán férfi ügyében a szexuális kényszerítés büntet miatt folytatott nyomozást befejezte, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat az ügyészség részére megküldte. Ahmed S., aki 2017-ben menedékkérőként érkezett Magyarországra, és itt oltalmazotti státusz kapott, továbbra is letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást. A terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele 1-től 7,5 évig terjedő szabadságvesztés.